Sziasztok, Rácz András vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Hogyha új vagy itt, akkor ezen a csatornán életmód, biohack trükkök, testépítés, időszakos bőjt és ketogén diétára szoktam elmondani a véleményemet, tapasztalataimat. Ha érdekelnek ezek a témák, kérlek iratkozz fel. Az egyik előző videómban beszámoltam arról, hogy 7 kilót felszedtem a ketogén diéta használatával. Pontosan miket ettem és hogyan ettem, ezt akarom kifejteni ebben a videóban. Ugye általános tévhit az, hogy szénhidrátra szükség van a testépítéshez. A testépítéshez nincs szükség szénhidrátra, izomtömegnöveléshez nincsen szükség, de viszont az edzéshez, magához lehet szükség szénhidrátra. Ezért, hogyha testépítésről van szó, akkor érdemes a célpontosított ketogén diétát alkalmazni, és ha célpontosított ketogén diétát alkalmazzuk, az azt jelenti, hogy célzottan szénhidrátot viszünk be edzés környékén. Ez ilyenkor lehet 10 vagy 20 g, általában folyadék formájában a legmegfelelőbb, vagy pedig bogyós gyümölcsök formájában, nyilván, mert a tápanyag sűrűségben azokban sokkal jobb, tehát nem feltétlenül gumicukorral érdemes bevinni ezeket a szénhidrátokat, hanem például áfonyával vagy málnával, de ugye mindenki azzal főz otthon, amilyen van. Tehát nem elítélendő, hogyha mondjuk valaki szőlőcukorral végzi a feltöltést. Mindenesetre ez nagyon fontos szegmens, hogy edzés előtt fél órával célzottan szénhidrátot tölts fel, hogyha testépítés a cél. Ugye beszéltem előző videóimban a hormonális egyensúlyról, és hogy mennyire fontos a testépítéshez. Ezeket ugye megnézheted az előző videómban, ide kiposztolom. Viszont beszéljünk szintén kicsit a vitaminokról. Nagyon érdekes, hogy én nulla táplálékkiegészítővel vittem végre ezt a 7 kg-os tömegnövelést. Tehát nem kell megvenni a drága fehérjeport, nem kell megvenni a drága vitaminokat, kreatint és egyéb kiegészítőket, tesztoszteron visszaállító protokollt, hanem hogyha rendes táplálékból, rendes tápanyagokból összeállított étrended van, akkor nem lesz probléma és sikeresen fogsz tudni tömeget növelni. Ez teljes értékű táplálékok bevitele sokkal fontosabb, mint a táplálékkiegészítők. Ezt sokan azért elfelejtik, és próbálják magukba tuszkolni a fehérje porokat, kreatint, tulajdonképpen sikertelenül. Az én titkom a testépítésre az a vízfogyasztás leredukálása. A vízfogyasztásról láthatsz videót Somlyai Gábortól a csatornámon. Ugye Somlyai Gábor a deutérium csökkentést kutatja, illetve annak a rák megelőző hatásait, de ugye a deutérium csökkentés nem csak a rák megelőzésről szól, arról is szól, hogy kevesebb vizet viszünk be, ami technikailag kimossa az ásványanyagokat és a vitaminokat a vérből. Ugye minél nagyobb a vérben lévő vitamin, fehérje, ásványanyag koncentráció, ugye ozmózis elv alapján annál több fog a vérből az izom fele menni. Hogyha viszont a vérünk nagyon híg, nagyon sok vizet iszunk, akkor pont fordítva fog megtörténni. Szóval visszatérve a titkokra, amiket használtam, az egyik legfontosabb a célpontosított szénhidrátbevitel. Nagyon fontos, hogy edzés előtt fél órával egy kevés szénhidráttal megtold a napot. A második pedig a vitaminbevitel. Ugye előző videómban megtekintheted, hogy milyen vitaminokat érdemes szedni, milyen tápanyagsűrű táplálékokat érdemes magadhoz venni. És a harmadik legfontosabb az a vízbevitel visszaszorítása. És hogy mennyi vízbevitelre lesz szükséged, az nyilván egyéntől függ, de ketogén diétán lejjebb megy a vízszükséglet, mindenkinek nyilvánvalóan egyénre szabva kell ezt eldöntenie, megvizsgálnia, hogy mennyi vízre van szüksége. Minden esetre ez az, amit én használtam, és működik nagyon jól. Ha tetszett a videó, kérlek dobj egy lájkot és oszd meg barátaiddal, az meg azokkal az ismerőseiddel, akik úgy építenek testet, hogy csirke mellett esznek, rizst esznek, semmilyen zsírban oldódó vitaminokat nem visznek be koleszterint, de viszont mellé mindenféle táplálékkiegészítőt megvesznek. Hát, ha ez a videó majd jobb belátásra bírja őket, és majd nem fognak ennyi, hogy mondjam, szemetet enni. Ha van bármilyen tapasztalatod, akkor kérlek a komment részben jelezd, illetve beszélgessünk a kommentekben. Ha szeretnél még több információt megtanulni testépítéssel kapcsolatban, akkor engem megtalálsz a 18. kerület edzőteremében, a Peak Gym Goldban, ott tartok edzéseket, meg jogát. Szívesen várlak oda is, hogy beszélgessünk, és remélem hasznos volt az információ. Hát köszi, hogy megnézted ezt a videót, a következőben találkozunk.